Szavaztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a Fülelő. Mai kibeszélőbe elhoztuk nektek a 11. Hooligans lemezt. Srácok, miért kell ennyi? De most komolyan. Tényleg, 2 évenként jönnek a sorlemezek, és még közte még van újrakiadás. Most talán volt 3 is. Volt 3? Szerintem 2015-ös ízlesztőként. De tudja, hogy volt közte vagy egy vagy két olyan, ami valami válogatás lemez. Voltak vagy társas játéklemez. Volt nekik jubileumi koncert, mit tudom én mi. Igen, tehát úgy számoltuk mi, hogy a sorlemezek tekintetében a 11-nél tartanak. Amúgy a sopadik. És hát nehéz mit mondani, megmondom őszintén. Igen. Mert hogy Tóth Tibi baromi jól ír Good Charlotte dalokat. Figyelj, én úgy fogalmaznék, hogy a szintet ezúttal is hozzák, de az a szintet nincs túl magasan. Hát, na jó, de érted. Ja. Az, ami eddig megvolt a Hooligansben, az megvan most is. Meg, stabilan, ugyanaz a 4 ember, ugyanazt csinálja. Ne nevesszük, mert még mindig rockzenekarnak könyörgöm, mert kurvára nem az. Hát pop rock. Mert végül is Gigi gitárok vannak benne, okay, tehát ettől de... lehet rock, és pont. Az meg Alanis Morissette-nek is van olyan számban, mert van Gigi gitár, nem lesz rock. Hát, ja, az is igaz. Ja. Ha Pink vagy Nelly Furtado színpadra áll élő zenészekkel és rálép a torzító pedálra a gitáros, az attól még nem lesz rock. Ja. Ja, van ebben valami. Nehéz megmagyarázni, mitől lesz rock zene egy rock zene, többek között attól, hogy szól valamiről. Na most, hogy tényleg komoly, mélyen szántó gondolatai vannak. Amit ezen az új Hooligans lemezen, én nagy tudom. Igen, ültünk itt, mielőtt nekiálltunk ennek az egésznek, és lepörgettük gyorsan a lemezt, és azon tanakodtunk sokszor, hogy de most a csipa miről énekel? Igen. Tehát, hogy ez a dal például konkrét, például a Jéghátán, miről szól? Amikor dobálózunk itt ilyen hatalmas ellentétekkel, oké, de miről szól a dal? És van benne egy olyan, hogy még több föld. És én a Jéghátán én arra vetítettem ki, hogy ugye egyre több lesz a jég, uh-huh. De ez se kurvára igaz, mert olvadnak a jégsapkák, és még több föld lesz. Tehát igazából... Jó neked, hogy ki tudtál vetíteni, nekem lefogyott a vetítőgép, nem tudtam képzelni semmit. Nem, én is egyébként elmentem odáig, hogy szerintem túl a gyalom. Lehet. Hogy így nagyon-nagyon próbálom keresni benne a mondani valót, miközben valószínűleg ez arra volt jó, hogy a musical is csajok táncoljanak rá a klipbe, és pont. Se mondani való, se kohézió a szövegben, viszont falunapon még mindig kurva lehet majd rá lötyögni. Így van. Meg egy tatabányai sörfesztiválon, mondjuk teszem azt. 2 évente. Igen. Mert ugye 2 évente a Kovasz kijön, 2 évente a Hooligans. Igen. Tehát ez... Nem, de tényleg, tehát... És tekintsünk el attól, hogy a megújulásnak ők is azt tekintjük, hogy veszünk bele elektronikát, még többet! Dubstepet is úgy van, basszunk bele! Az se járt lennék csak 10 éve. Igen. Mondjuk én a harmadik számnál ott az Axel Foley-t én vártam, hogy mikor jön. És nem jött. Nem Axel Foley hajtott be a Ferrari-val, hanem csipatra vontak. Igen. És az a durva egyébként, hogy a Hálózsák az még az egyik legjobb dal a lemezem. Tehát a... Nem tudom. Próbáltam, tényleg kerestem az értékeket. És esetleg még a slágergyárnak a refrénjét tudtam úgy, ahogy ironikusra venni, és úgy megmondom őszintén, hogy kicsit vicces volt. Elsőre félig. De aztán pont. Tehát, hogy így elmúlt. Van még egy intrónk, amit nem tudjuk miért van. Igen, tehát miért kell egy Hooligans lemezre 3 perces intrón? 2:42, de miért? Nem tudom. Ketten húgyoztunk meg, még meg is ebédeltünk közben. És még mindig nem indult el a lemez. Én szerintem 2004-ben, 2005-ben, amikor a Tóth Tibi rátalált erre, hogy akkor ő most meghonosítja a Good Charlotte-ot Magyarországon, és megírták a vírus lemezt. Azóta honosítják, de eltelt 14 év. Vagy állambásimban majd lassan örülődnek, még nem kapott állampolgárságot. Hát én ezt értem, de hogy... És az a durva, hogy amikor kijött ez a Jéghátán című klip, akkor egy csomóan kommenteltek alatta, hogy
eltértek a régi önmaguktól, és nem látják már benne a huligán. Are you fucking blind? De könyörgöm, ennél tipikusabb huligánzt mit szeretnél? Milyen nálad a tipikus huligánz? A Hotel Mámor óta ez a huligánz, bazd meg, 14 éve. Én ott lefagytam, ne haragudjatok. Tehát, mi milyen huligánzt keresünk még? Mert hogyha napraforgós, egy darab szendvics, kánaános huligánzt keresnénk, a vér nem válik vízzé, meg ezekkel. De az még, abban még azt mondom, az hogy... jó volt. Igen, mert akkor volt a utoljára eredeti. Igen. A paradicsom meg ezen környékén. Így van. A 2001 körül ez megszűnt létezni, ez az eredeti huligánsa. Mert azt a dalcímet, hogy meleg vonat, szerintem azt ők sem gondolták. Hát rendesen. Jó, hát akkor még azért nem volt ekkora PC a világ, meg ennyire. Még a Szenzáció album is úgy, ahogy Szódával elment. Jó, a Játszom, meg a Királylány, meg ezek a fostalicskák nem. Viszont egy Teddel, egy Legyen Valami, egy Nézz Rám, vagy a lemezzáró, most meg nem mondom a címét, de voltak rajta jó dalok, amikkel még egyet tudtam érteni, amire még azt mondtam, hogy ebbe van egyéniség. Ezen vannak énekdallamok, amik ki vannak találva. Van benne szöveg, ami jó. Aztán elmúlt. De aztán pont. Tehát, hogy így elmúlt. Minden lemezen van egy-két dal, amit így el lehet tinglitanglizni. Na mindegy. Szerintem az életem voltamban annó a kis Andy odarakta élete dobfiljét, és azóta a stabil 4/4, vagy 2/4, vagy aki ahogy hívja, teljesen mindegy, az ország 2/4-e. És mi... A magyar Tommy Lee. Igen. Neki legnagyobb példaképe ugye ő, hát... Igen. Hasonló. És mikor először hallottuk ezt a lemezt, az is véletlenül pont együtt volt, akkor BB elkezdett számolni az egyik dalnál, hogy na most ez miben van, és mondta, hagyd már abba, hát ez huligánz, hát 4/4, bazd meg. Hát mi lenne? És... Sennyen témútra szeret az ember. Hát ja. Legyen egy picit atipikusabb gitártéma, aztán már ebből keresem az egyet. Na hol forgatják meg? Sehol, bazd meg, sehol! Nem. 4/4, ez stabilan, tényleg, de... Ez nem az a fesztivál. Ez nem az. Valószínűleg azt már a városnapokon nem kajálná meg az ember, hogy keresni kéne, hogy hol az egy. Mannyi néni nem tud 5/4-be totyogni, hát csak 4/4-be tud lépegetni. Így van. Kettőt jobbra, kettőt balra. Kettőt jobbra, hármat balra, az már zavartok az a... Na most gondold, de egy szám alatt megfordulna a fél színpad. Milyen vicces lenne. Srácok, nagyjából mi ezt gondoljuk az új huligánszről, és mielőtt azt gondolnátok, hogy úgy ültünk le, hogy na most leszedjük a keresztvizet erről a zenekarról, vagy erről a lemezről, nem, mi tényleg leültünk, és próbáltunk benne értékeket keresni, több, de inkább kevesebb sikerrel. Jó és értelmes szövegekkel, amik visznek A-ból B-be, és... Látsz közt a körülle kohéziót, azt mondom, hogy sokkal jobb lehetne ez a lemez. Így van. De mondjuk a Hooligans nálam már ott elásta magát, hogy nálam ott így szépen a kis fejfát megácsoltam nekik, aztán igazából ott jöttem rá, hogy valószínűleg nekünk a büdös életben nem lesz közös mondani valamit ezzel az emberrel. Lehet, hogy az én kritikám, hogy nem értem az üzeneteket. Meg lehet, de nem tudom. Meg lehet, hogy már amúgy mondani valója nincsen a Hooligansnek így 11 lemez után. Srácok, írjátok meg kommentbe, hogy ti mit gondoltok az új Hooligans lemezről, és ha meg tudtok bármivel győzni minket, hogy ez jó és értékes, mi annak tökre fogunk örülni, és akkor majd a falunapokon sokkal vidámabban fogjuk ropni rá két kőbányai közt. Addig viszont szevasztom. Igen, mi csak azt követtük, ami ahogy az új album találnak egyik című szó, mindig őszintén. Hát őszintén elmondtuk. Úgyhogy majd a falunapon huligánszre veretjük. Szevasztok. Sziasztok. Az neked zeneileg, meg szövegileg a legjobb, de... Hát hallanád a többit.